Sziasztok, Orsi vagyok. Ma egy sült sajtorta, New York-i sült sajtorta van a porondon. Úgyhogy elkezdem, és mutatom, hogy mi az első lépés. Természetesen az alja, ami jó minőségű darált kekszből áll, és olvasztott vajból, meg majd egy csipet sóból. Ezt fogom a karika aljába nyomkodni. Olyasmi is nagyon finom. Ha mondjuk van egy kiszáradt kalácsotok, vagy bármi ilyesmi otthon, akkor azt szépen ledaráljátok, abból lesz az édes morzsa, és azt keveritek össze vajjal. Hozom a tortaformát. Ez egy kapcsos tortaforma, amit körbe bugyoláltam alufóliával, mert hogy a víz gőzben sütés, ez most úgy fog kinézni, hogy a forma benne van kicsit mélyebb tepsiben, és minimum 2 ujjnyi magasan vizet fogok majd aláönteni, és így fog szépen a gőzben lassan sülni. Ha beleraktuk a kekszet, akkor jól nyomkodjátok le, akár lehet egy kis peremet fölnyomkodni neki, és akkor ezt most beteszem a hűtőbe, hogy addig ott úgy szépen pihengessen, meg összeálljon, a vaj picit visszahúzom. Csapó 2. Jöhet a krém, aminek az alapja naturkrém sajt. Mindenképpen legyen szobahőmérsékletű, különben nagyon nehéz szépen és csomómentesen kikeverni. Aztán jöhet bele tejszín, habtejszín, aztán jöhet bele természetesen egy csipet só. Aztán teszünk bele tejfölt is, hogy még tuti, hogy zsírosabb legyen. Ezt most egy picit megkutyulom. Hát ezt lehet, hogy géppel kellett volna csinálni. Mindegy, ráerősítek. Lehet közben bele 2 sárgája, és 3 egész tojás. Oké. Na, tudtam. Jöhet bele porcukor. Nem túl sok, hogy azért legyen nagyon édes. És akkor még rakok bele citromhíjat, meg citromlevet, és utána tényleg jól kikeverem, hogy csomómentes legyen az egész. És akkor még egy dolog maradt hátra, egy kis étkezési keményítő. Hozom a formát, és beleöntöm a torta formába a krémet. Karamell szósz. Karamellt készítek szárazon a kristálycukorból. Közben egy picikét rámelegítek a tejszínre, hogy ne hidegen adjam hozzá majd a karamellhez, ami attól összeugrik, hanem langyos tejszínt kapjon. Úgyhogy elkezdek mindent olvasztani és melegíteni. Lassan készen van. A tejszín az meleg, vagyis forró, mert majdnem felforraltam, illetve majdnem kifutott. De nem baj, mert azóta hűlt. Adok hozzá egy picit a meleg tejszínből. És amikor átvette a hőmérsékletét mindennek, akkor visszateszem, és hozzáadom a maradék tejszínt. Mehet hozzá a só, mivel ez sós karamell, ezért jó nagy csipet. Egy picit ráforralok, nagyon picit besűrűsödjön. Nagyon szép bugyborékos karamell. Látjátok? Hát ennyi volt a sós karamell szósz története. Tadám! Megsült a sajttorta, és hogyha közelebbről megnézzük a felszínét, így megpaskolom, akkor lehet látni, hogy remeg, mint a crème brûlée, mint egy puding. Úgyhogy most a következő lépés az lesz, hogy lefejtem róla az alufóliát, rárakom egy tálcára, és berakom a hűtőbe. Hogy teljesen ki tudjon ülni és összeállni, és majd következő nap a karikát lehúzom róla, és akkor lehet bátran szeletelni. És akkor itt van a gyönyörű és finom karamellszósz, ami tényleg nagyon szép. Most nem tudom megmutatni a belsejét, de biztos vagyok benne, hogy nagyon szép krémes. Nekem ez az egyik kedvenc sütim. Ja, igen! Szerintem kóstoljátok meg, és próbáljátok ki. Vagy próbáljátok ki, és kóstoljátok meg. Sziasztok!